Fergeteges program várja azokat, akik augusztus 16-a és 18-a között Gútára látogatnak. A gútai bocsóhoz kapcsolódó nyári verset már a 29. alkalommal rendezzük meg az idén. És most lesz 3-1-ben, sőt 4-1-ben programokkal színesítve, hisz a gútai bocsó mellett nem csak hogy vásár, a 6. koncerthétvége programjai és az előrehozott Szent István napi kulturális rendezvények is ezen a hétvégén fognak lezajlani a városokban. Tavaly volt először a Borvirág utca, ebben az évben is a Borvirág utca megnyílik, már péntek este, és várja a látogatóit egészen vasárnapig. Itt a gasztronómia mellett ugye jelentős kiállítók különleges boraival várjuk a ide látogatókat. Ebben az évben jubilál a kézilabdatorna, amely már 20. alkalommal kerül megrendezésre a vásár keretein belül. Ebben az évben 36 csapat részvételével. A zenei színpad két sztárvendéget fogad. Fellép zenekarával Demjén Ferenc és a blues királya Deák Gil Gyula is énekel majd. A kedvezményes belépőára a két fergeteges nagy koncertre mindössze 3 euró. A többi program ingyenes. Szeretettel várunk mindenkit az útára, augusztus 16-a és 18-a között a 29. gútai vásárba. Jöjjenek el, érezzék jó magukat, törzsék velünk együtt ezt a 3 napot. Televízne vysielanie je súčasťou projektu pod názvom Informácio cez hranicu v prihraničnom regióne Post-Danubí, Crossing Borders by Information in the Post-Danubí Border Region, ktorý sa realizuje v rámci programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika. Az elkészült műsor az információval a határon át a Post-Danubí régióban, Crossing Borders by Information in the Post-Danubí Border Region című projekt részeként a Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program támogatásában valósul meg.